6 éves koromban kezdtem el fényképezni, a főiskola után már a diplomamunkámat is fotográfiából írtam, és szerintem semmi mással nem foglalkoztam 45 év óta, mint a fényképpel. Rálátok a struktúrára, azt gondolom, hogy magyar fényképezésben nem tudok olyat mondani, ami jó lenne, de akkor se tudtam. Tehát rossz a képzés, rossz az infrastruktúra, rossz a pénzelosztás, rossz a könyvkiadás, rossz a kritikai tevékenység, és akkor úgy már nagyon sok minden nem maradt. Amiért nem látszik ez nagyon pregnánsan mindenkinek, az, hogy valami oknál fogva nagyon sok tehetséges fotográfus születik Magyarországon, és született a múltban is. Szerintem a legjobb könyvemet, vagy a legjobb projektemet pont erről csináltam, az volt a cím, hogy akik elmentek, akik itt maradtak, és nagyjából az 1848-as forradalom utáni első emigrációs hullámtól 56-ig végignéztem, hogy sőt 89-ig végignéztem, hogy miért mentek el Magyarországról fotósok, hányan, 600-valahány ember. Azok, akik elmentek, lettek-e itthon, tudtak-e itthon, ismertek, híresek vagy világhírűek lenni, nagyon jó az arány, mert nulla a 100-hoz, tehát hogy egyetlen egy se tudott itt ismerté válni. És onnantól fogva már csak az volt a kérdés, hogyha itt született, itt nőtt föl, itt szocializálódott, és nem tudott a saját művészetében híres lenni, és elment külföldre, és egy-két-öt éven belül világhírű lett, akkor annak mi volt az oka? És akkor ott az nem személyi tényező, nem emberi, hanem strukturális, és akkor innentől fogva szépen végig lehetett venni, hogy mit tanítanak az általános iskolában vizuális kultúra révén, hogyan lehet tovább lépni, tanítanak-e az univerzitásokon, mert hogy ugye egyetemes lenne, ha lenne, tanítanak-e mondjuk csillagászoknak és vegyészeknek és orvosoknak fototörténetet vagy művészettörténetet, ha nem tanítanak, miért. És akkor így szépen lassan kijön, hogy nem nevelünk ki, nem tanítunk meg olyan befogadói rétegeket, akik aztán később fogyasztók lennének, mecénások lennének, vagy egyszerűen csak használói annak a művészetnek. A művészek megtanulják maguknak, mert ők ilyen elátkozott fajta, hogy minél erősebben fúj szembe a szél, annál intenzívebben mennek neki, mert erre vannak születve. De én ezt nem gondolom jónak, hogy 1989-ben, amikor én a társaimmal megalapítottam a Magyar Fotográfiai Múzeumot, hogy lehet egy olyan ország fotomúzeum nélkül, amelyik a 10 világhírű fényképész közül legalább 4-et magyarként jegyez. Ilyen nincs. Ezért csináltuk meg a múzeumot. Ment a múzeum, egyetlen egy fillér állami pénzem volt benne. A társammal együtt abba öregedtünk meg és betegedtünk bele, hogy évről évre növekvő nagyságú pénzt egyre nehezebb feltételek mellett szereztünk meg. A végén, amikor meghalt a társam, akkor már 60 millióba került a múzeum, úgyhogy egy fillér nem volt garantálva egyik évről a másikra. Minden évben a nulláról kellett elkezdeni pályázni. És közben egyre nehezebb, egyre bonyolultabb módon lehetett pénzhez jutni, és akkor azt gondoltam, hogy ez nem nagyon van így jól. Megcsináltuk a mai manóházat, majdnem, hogy ugyanez a helyzet vele. Ott pedig azt gondoltam, hogy áll Budapest közepén, az András és a Nagymező utca sarkán egy olyan épület, amelyikben nincs párja Európában. De tényleg nincs párja. Volt ilyen, de azt mind megsemmisítették, vagy lebontották. Pont most 120 éves. Én pont most vagyok 60 éves, és pont most 30 éve foglalkozom a mai manóházzal. A fotográfiának nem nagyon látok reményt, mert hogy mindig az van, hogy a meglevő kis tortácskát osztják
hol így vágva, hol így vágva, de a torta mindig olyan, ugyanolyan pici, és a fotográfia különféle területein résztvevők pedig folyamatosan rá vannak arra kényszerítve, hogy egymás ellen harcoljanak, nem egymásért, mert hogyha nem elég harcos, nem jut neki elég pénz, és akkor elpusztul. Ez így nem lehet tervezni, így nem lehet struktúrát építeni, így nem lehet 3-4-5 évre előre programokat kialakítani, hanem csak azt lehet, hogy a jövő hónapban megkapom-e azt a pénzt, amit 3 hónapja megpályáztam, vagy sem.